Sok szeretettel köszöntöm a nézőinket. Nekünk minden évben nagy kihívás, hogy milyen témákat hozzunk a kaszatkörre. Úgy gondoltuk, hogy minden napraforgó termelőnket érdekli, hogy hogyan jutottunk el a jelenlegi hibridjeinknek a magas termés potenciájához. Én Ácsné Szekeres Dóra vagyok, a Syngenta olajos növények vetőmag termékfelelőse. Úgy gondolom, hogy joggal lehetünk büszkék arra, hogy a 3 tonna per hektáros országos átlagunkkal kiemelkedünk a környező országok közül, hiszen elég visszagondolnunk a 2018-as 2,98 tonna per hektáros országos átlagunkra, ami világrekordot jelentett. Ugye ezzel a 3 tonna per hektáros országos átlaggal Magyarország a napraforgó termesztés élvonalában van, de nem volt ez mindig így, hiszen ha visszanézünk a 2000-es évek elejére, akkor láthatjuk, hogy ott még csak 1,5 tonna per hektár volt az országos átlag. Tehát mára szinte megdupláztuk ezt az országos átlagot, és joggal merül fel a kérdés, hogy mi áll e mögött? Hogy jutottunk el idáig? Hogyha megnézzük az ábrát, az alsó görbe mutatja az országos termés átlagot, a felső pedig a NEBIH posztregisztrációs kísérlet átlagát. Ugye látjuk, hogy a két görbe között a távolság csökken, mivel a kísérletnek az adottságai, körülményei azonosak, ezért biztos, hogy az országos átlagban van a plusz, tehát a genetikai előrehaladás az biztos. Azonban érdemes megnézni, hogy 2008-ban is volt már olyan napraforgó hibrid, ami a 4 tonna per hektáros átlagot tudta, tehát ez a terméspotenciál már akkor benne volt a hibridekben. Ebből is látszik, hogy a nemesítés, a genetika nem halad olyan gyorsan. De érdemes ezt ketté választani, hiszen van egy alapgenetika, ami meghatározza a napraforgó hibrideknek az alap terméspotenciáját, és erre jönnek rá, illetve ezekhez tud hozzáadni az egyéb kiegészítő tulajdonságok, mint például a herbicid tolerancia, a peronoszpóra rezisztencia, illetve a szádott tolerancia. A minnyelmesítőink is ezeket a tulajdonságokat használják ahhoz, hogy minél tovább emeljék a napraforgó hibrideket, rengeteg vonallal dolgoznak, hiszen a Syngentának az a célja, hogy ne csak Magyarországon, hanem az egész világon emelje a napraforgó termés átlagát, hiszen a napraforgó egyre inkább jelentős olajnövényünké válik. Éppen ezért ezeket a tulajdonságokat alkalmazzák ahhoz, hogy minden országban az adott körülmények között legjobban teljesítő hibrideket tudják kinemesíteni. De nézzük meg, honnan indult a napraforgó nemesítés. Ehhez egészen az 1900-as évek elejéig kell visszamennünk, ekkorra tehető a napraforgó nemesítés kezdete, és az első kulcsfontosságú momentum 1920-ban volt, amikor a napraforgó olajtartalmát 30%-ról egészen 50%-ra emelték föl. Ekkoriban még az egész napraforgó nemesítés az állami szektor kezében összpontosult, majd 1974-ben volt egy nagy mérföldkő, a hibridizáció, amikortól kezdve már a magánszektor számára is érdekessé vált a napraforgó nemesítés. Ekkor, amikor belépett a magánszektor a nemesítésbe, onnantól kezdve felgyorsult a folyamat, sorra jöttek a magas olajsavas mutáció felfedezése, illetve a herbicid tolerancia felfedezése. A Syngenta is 1970-es években kezdett foglalkozni a napraforgó nemesítéssel, ekkor alapította az Amerikai Egyesült Államokban az NK napraforgó nemesítő programot, de 10 évre rá már Európában, egészen pontosan Franciaországban kezdte el tesztelni a napraforgó vonalakat. Majd 1986-ban a teljes programot átköltöztette Franciaországba, Amerikából, és Lukacsuk számára 10 év elég volt ahhoz, hogy létrehozzon egy áttörő
hibridet, a Melodit, ami Franciaországban volt egy nagy áttörés, de nekünk se kellett sokat várni erre, hiszen egy évre rá már piacon volt az Aréna, amely az akkori termés átlagot megduplázta a magasabb, erősebb betegség ellenálló képessége által. Majd 1998-tól elindult a herbicid tolerancia felfedezése, az első az imidazolinon tolerancia felfedezése volt. Argentínában egy természetes mutáció révén fedezték föl ezt a tulajdonságot, és a gént imisan génnek nevezték el. Ezt rögtön publikálták is, tehát mindenki számára hozzáférhető volt, és Magyarországon a Neoma hibridünk volt az első Clearfield-es hibrid, amely mai napig piacon van, és egy közkedvelt hibridünk. Rá egy évre a Sulfonil urea toleranciát is felfedezték, ez is szintén egy természetes mutációnak köszönhető. A gént Suresgénnek nevezték el, ezt is ugyanúgy publikálták, és a Syngenta is 2015-ben a Sumico hibriddel lépett be az express toleráns szegmensbe. De mindeközben a BASF megbízásából a Nidera tovább dolgozott, tovább fejlesztette az imidazolinon toleranciát, felfedezték a CLHA plus gént, és a BASF ezt a technológiát Clearfield plus néven védette le, ugye ez egy jól ismert technológia, és a Syngenta első ilyen hibridje, a Clearfield plus hibridje a Neostar, ami még szintén velünk van, de nem kell bemutatnom, vannak ennél mostanában nagyobb kedveltségnek örvendő hibridjeink is, mint például a Bacardi. Mi nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ennek a folyamatnak részesei lehetünk, hiszen a genetikai állományunk folyamatosan bővült, illetve fejlődött azáltal, hogy más nemesítő házak vonalai hozzánk kerültek, és ezeknek a segítségével nemesítőink magas termés potenciállal rendelkező és jobb betegség ellenállósággal rendelkező hibrideket tudnak termelőink számára biztosítani. És most ismét elérkeztünk egy hatalmas áttöréshez, hiszen a Nidera az imidazolinon tolerancia továbbfejlesztések közben felfedezte az R tulajdonságot, ami az ALS gátló herbicidekkel szembeni toleranciát biztosítja. Ezt a gént R-ként szabadalmaztatták, és 2018-ban a Nidera felvásárlásával ez a szabadalom a Syngentához került. Éppen ezért a Syngenta R hibridek már regisztráció alatt vannak, melyek természetesen mind az imidazolinonokkal és a tribenuron metilekkel szemben is toleranciát mutatnak. Mi biztosak vagyunk abban, hogy ez az új technológia, az R technológia teljesen új alapokra fogja helyezni a napraforgó termesztést. Köszönöm a figyelmüket!